A Mezőkövesdi Közkincstár Nonprofit Kft. És a Matyó Népművészeti Egyesület szervezésében megrendezett nagyszabású eseményen Beresz Lászlóné, a Matyó Népművészeti Egyesület elnöke köszöntötte a jelenlévőket, köztük Gáspár Gábort, Kis Jankó Bori unokáját. A szervezet elnöke hangsúlyozta, hogy az országos hímzőpályázat fontos szerepet tölt be a város és az egyesület életében, amelyet először pontosan 50 évvel ezelőtt hirdettek meg. Dr. Fekete Zoltán polgármester beszédében kiemelte, hogy a hagyományok megőrzése nem csak az ünnepnapokon, hanem a hétköznapokon is rendkívül fontos. A hímzőkultúra él, ami azt bizonyítja, hogy a 21. században is létjogosultsága van. A városvezető hozzátette, meg kell őriznünk a kultúránkat, valamint hagyományainkat, és tovább kell adnunk az utókornak. A Matyó népművészet felkerült az UNESCO szellemi örökség listájára, amely elismerés és tiszteletadás őseink munkássága előtt, ugyanakkor mindenki számára nagy felelősséget jelent. Nem az a feladatunk, hogy megteremtsük a népművészetet, hanem az, hogy megőrizzük és továbbadjuk a jövőnek. Veszprémi Katalin, a Hagyományok Háza népművészeti módszertani műhelyének osztályvezetője köszöntőjében az elmúlt 50 év változásairól beszélt. Kiemelte, hogy fél évszázad alatt jelentősen átalakult az ízlésvilágunk. Elsősorban abban nyilvánul meg, hogy a bonyolult mintákat, a hagyományokat megőrző, de lényegesen egyszerűbb motívumok váltották fel. A hímzőpályázat kiírását ennek megfelelően alakították ki, így az öltözködés és a lakástextíliák mellett modern kategóriában is várták az alkotásokat. A Hagyományok Háza szervezésében meghirdetett pályázatok a hagyományos motívumok magas színvonalú megjelenítését támogatják. Ide az emberek úgy jönnek, hogy nézik azt, hogy mi a mérce. Na most, ha itt találnak olyanokat, olyan darabokat, amik nem felelnek meg azoknak a követelményeknek, ami a népművészet továbbéltetésének szabályait jelentik. És ezek a szabályok, a lokális kultúra felismerhetősége, ízlésbeli dolgok, esztétikai, vizuális dolgok a 21. század emberének megfelelő alkalmazási lehetőségek, úgy a lakáskultúrában, mint a viseletkultúrában, akkor ez az egész egy nagyon rossz irányba megy el, és mi azért ügyelünk erre, és azért vezetünk tanfolyamokat, hogy ez a mintakincs eredeti módon kerüljön tovább a mai ember környezetébe, és ebben segítenek minket a múzeumok, a néprajzos szakemberek, és azok az emberek, akik vizuális kultúrával foglalkoznak. Épp itt van Torma Beatrix, aki egy kiváló modern lakberendező. Őtőle például sokat tanulunk, hogy kell ezt leegyszerűsíteni, ezt a nagyon gazdag, nagyon dús motívumvilágot, mert sokszor ez a lényege a dolgoknak. Mert akkor eladható például, hogyha nincs benne annyi élő munka, de ugyanakkor magánviseli azokat a formakincseket, azokat a motívumokat és hitelesen, hogy erről fölismerhető egy tájegységi kultúra. Ezt a kettő dolgot nagyon nehéz összehozni, ehhez nagyon sok tudás kell. Azt mondja az egyik kollégám, hogy a népművészet az olyan, mint egy búvópatak. Minden korszaknak és minden embernek, minden lelkialkatnak megvan az a forrás, amiből táplálkozhat, és ez annyira gazdag, hogy nagyon sok embert és nagyon sok kort tud kiszolgálni. Én meg azt szoktam mondani, hogy az a sikeres alkotó, akinek a kezében, a szívében és az agyában együtt ott van a kultúra, mert akkor tudja önmagát megmutatni egy tájegységi kultúrán keresztül, és akkor tud egyéni alkotóként érvényesülni. Idén a Kárpát-medence számos pontjáról több mint 300 alkotást küldtek be a pályázatra, és összesen mintegy 700 darab kézműves munka került a zsűri elé. Az, hogy 230 körül van a zsűrizett termékek száma, alkotások száma, és ebből 130 körül az A kategóriás, ami a csúcsot jelenti, akkor azt hiszem, hogy érzékelhető számokban is a minőség, nem csak a látványban. A beérkezett munkák mindössze 10%-át utasították el, ami szintén azt bizonyítja, hogy nagyon magas színvonalú pályázati anyagot adtak be az alkotók. Nagyon fontos, hogy az alkotások motívumai a jövőben is hűen kövessék a hagyományokat. Hogy a szellemi kulturális örökség, az UNESCO által adott fantasztikus elismerés, a hungarikum, az mind-mind elismerése ennek a csodának, ami itt van, de ugyanakkor egy óriási felelősség
hiszen nem szabad, hogy ez devalválódjon, itt az értékeket kell megmutatni továbbra is. A legfontosabb dolog, hogy azok, akik most tervezik, újra tervezik, újra alkalmazzák ezt a motívumkincset, járjanak gyakran a Matyó Múzeum gyűjteményébe, tanulmányozzák a Daja Szászíné féle rajzokat, ami most a Matyó Egyesületnél található. Ők kapták ugyanis meg ahhoz, hogy digitalizálják, és ez nem egy őrzést jelent, mert Sebő Feri kollégánk mondta, hogy a hagyomány nem beteg, hogy ápoljuk, és nem is rab, hogy őrizzük, hanem ezt újjá kell teremteni. És ebből csak akkor lehet újra teremteni, hogyha ismerjük minden csinyát, binyát, a kisujjunkban van, ismerjük a régi motívumokat, a színeket, a szerkesztésmódokat, és akkor már bátran nyúlhatunk az újításhoz is. Veszprémi Katalin elmondta, hogy a Matyó kultúrát úgy lehet megőrizni, ha minél több jó minőségű, zsűrizett alkotás készül. Ezt követően Vargáné dr. Szatmári Ibolya, Hajdú-Bihar megyei múzeumigazgató, a zsűri elnöke értékelte szakmailag a beérkezett alkotásokat. A szakember elmondta, hogy a Kis Jankó Bori Hímző pályázat az ország egyik legnagyobb megméretésének számít, és a pályázat egyértelműen bebizonyította, hogy az elmúlt években sem veszített a jelentőségéből, sőt a pályamunkák minősége alapján a színvonal emelkedett. A legtöbb alkotás a lakástextíliák kategóriában érkezett be, míg az öltözködés és a modern műfajban lényegesen kevesebb anyagot küldtek, ugyanakkor igényes alkotások készültek. A lakástextíliák között egészen kimagasló színvonalúakat készítettek, melyek hétköznapokon és ünnepnapokon egyaránt használhatóak. Vargáné dr. Szatmári Ibolya hangsúlyozta, hogy mindenki büszke lehet a részvételre, majd az alkotók mellett a szervezőknek és a támogatóknak is gratulált a hímzőpályázat megszervezéséhez és megrendezéséhez. Ezt követően rendezték meg a hímzőpályázat díjkiosztó ünnepségét, ahol a legkiemelkedőbb alkotások készítői vehettek át értékes jutalmakat, ajándékokat. Összesen 25 díjat osztottak ki a szervezők. Kisnés Ponga Zsuzsanna, népiparművész, a Tardi keresztszemes hímzés újszerű feldolgozásáért és a lakástextíliák hangulatos megjelenítéséért kapta meg a legmagasabb elismerést. Pataki Miklósné a szőttes és a hímzés újszerű, rendkívül harmonikus együtt alkalmazásáért érdemelte ki a legrangosabb díjat. A népművészet mestere egészen fiatalon megtanulta a hímzés fortéjait, és immár 44 éve tagja a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezetnek, ahová nyugdíjasként is nagyon szívesen visszajár dolgozni. Meg a Csillagvirág Népművészeti Egyesületnek az elnöke vagyok, és ez egy hivatás, ez a népművészettel való foglalkozás, holott mi a szövetkezetbe ugye azért kaptunk pénzt, mert terveztünk, és hát a mindennapok blúzait, terítőit terveztük, de a pályázatokon kiélhettük magunkat, és ott azt lehetett megvalósítani, ami a szívünk vágya. Pataki Miklósné második alkalommal jelentkezett a Kis Jankó Bori hímzőpályázatra. Vettem részt, mert én mindig úgy gondoltam, hogy az én munkám nem elég ide, mert itt annyira szép nívós munkák vannak, hogy hát én labdába se rúghatok. A társaim, ők itthonin is többször nyert Kis Jankó Bori pályázatot, meg Recsken, Marikáék több díjat elértek, de az utóbb, tehát ezelőtt való pályázaton már megosztva a Kis Jankó Borit kaptuk, és hát nagyon nagy inspiráció volt arra, hogy a második alkalommal is részt vegyek, de nem gondoltam ilyen eredményre, nagyon meg vagyok hatódva, mert nem hittem volna, hogy ennyi szép rangos munka között a legjobbnak minősítik, bár mindig mondom, hogy gyönyörű a szövetkezetünkben az a dokumentációs tár, onnan ez a sátor lepedő minta kikerült, mindig ugye mutogatom, és eszembe jutott, hogy hát én ezt mindig mutogatom, hogy olyan gyönyörű, hát miért nem csinálunk ebből valamit? És így jött az ötlet, hogy ezt elkészítsem. Jó érzés tudni, hogy ilyen gazdag, szép, nem csak a miénk, hanem a másoké, mert most nem győztünk, alig tudtunk idáig eljutni, mert a másoknak is annyira sok szép munkája van, és olyan gyönyörűen van megrendezve ez az egész kiállítás, hogyha ide akárki betéved, Magyarország néprajzi tájegysége mindegyiből a legszebbet kapja, mert ki van írva, még csak okoskodni se kell,
és ez egy minta, egy példa bárkinek, szerintem ez egy világszínvonalú, így ahogy ez itt van, és nagyon büszkék lehetünk arra, hogy ennyi, ilyen kincse van Magyarországnak, és ilyen emberek és asszonyok vannak, akik évről évre, amit mondták, majd 50 éve, hát én 62 éves vagyok, egy idős a szövetkezetünkkel, az egyedüli megmaradt népművészet és házipari szövetkezettel, és hát nagyon nagy csodálattal adózom a hímzőtársaknak, és akik ezt megrendezik, meg akik ezzel törődnek, mert törődnek a itteniek, a matyók, a mezőkövesdiek, nagyon híresek, de ők fölkarolják a többieket, és én nagyon tisztelem ezért őket, és a néprajzosokat is, akik segítik a munkánkat előadásokkal, konferenciákkal, és azokat a rendezőket is, akik két kezükkel itt vannak, és létrehozzák ezt a kiállítást. És szerintem ez nagyon nagy dolog. Erre olyan büszke lenne bárhol külföldön akárki, mert ilyen kincs szerintem kevés európai országban van, és ezt nagyon meg kell becsülni. A Kis Jankó Bori díjat egy hétköznapokon is használható, gyönyörűen megmunkált, hímzett sátorlepedő elkészítésével érdemelte ki. A sátorlepedőnek a mintája egy kicsit átalakítva, benne van a bodonyi Mátré sátorlepedő, ugye, ami a nagyon értékes kincs volt a menyasszonynak, meg a házasszonyának, mert úgy végig kísérte az egész életét, ugye már kezdetben a sátorlepedő, ugye ezzel takarták le az ágyat, mikor menyasszony volt, hogy ez volt a legnagyobb ékessége a hozománynak, utána pedig, mikor megszületett a bab, ezt akasztották föl a kismama elé, meg hogy ne verjék meg szemmel a kisbabát, és ez óvta, az a sátorlepedő óvta a rossz akaróktól, és végül ez volt a szemfedél is. Tehát ez a sátorlepedő ezt a funkciót betöltött, és majd itt meg csak egy egyszerű funkciót tölt be az asztalon egy kutó. Zelejné pap Bernadett, a mezőkövesdi Borsóka hímzőkör vezetője, pap János néval közösen a gyapjúfonalas matyóhímzés korszerű továbbéléséért a legjobb matyóalkotásnak járó külön díjat vehette át. A Borsóka hímzőkör tagjai, mintegy 10, elsősorban matyóhímzéssel készített alkotást adtak be a pályázatra. Egy-két szakkörös a Borsóka hímzőkörből elkalandozott az ország más tájaira is, de végül is azt gondolom, hogy ez sem haszontalan, hiszen mindig lehet tanulni más tájegységek kultúrájából is. Azt hiszem, hogy nagy sikerrel pályáztunk, tehát a beadott darabjainkat szinte kivétel nélkül elfogadta a zsűri, sőt nagyon szép kategóriás elismeréseket kaptunk. Én nekem nagyon nagy büszkeség, hogy ez a pályázat még mindig ennyi embert megmozgat ebből az országból. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy bizalom és egy nagyon nagy elismerés nekünk, hiszen tudjuk, hogy nem csak matyóhímzést küldenek be erre a pályázatra, de a mezőkövesdi pályázat, a Kis Jankó Bori, ahogy kicsit ilyen szlengben nevezik a hímzők az egész országban, ez évről évre ide vonza azokat az alkotókat, akik azt gondolom, hogy mondhatom, hogy az ország legjobbja, és szerintem már most készülnek a elkövetkezendő évek pályázataira, hiszen azért jól látni, hogy ezek nem egy-két hónapos munkák, és természetesen itt nem is csak a kivitelezésről van szó, mert a megtervezés folyamata, tehát mire az ember kitalálja, megálmodja, hozzáválogatja az anyagot, az eszközöket, a technikát elsajátítja, az legalább egy olyan hosszú folyamat. Én a magam részéről szeretek mindig nagyon alapos lenni, és utána nézni, ha lehet, szakkönyvekben, múzeumokban, vagy akár olyan kollégáktól, akik tudom, hogy jártasak ebben a műfajban, és én a szakkörben is ezt adom tovább. Tehát azért ez nem csak arról szól, hogy kisablonálunk egy darab anyagot, és hát végül is varni mindenki tud. Nem, ez ettől azt gondolom, hogy egy sokkal komolyabb mesterség, és valóban egy élethosszig tartó tanulás, ami azt hiszem, hogy a Beszprémi Kata mondta, hogy azért is ilyen szépek ezek a munkák, mert az ember jó szívvel és jó kedvel tud ilyen szépet alkotni.
Szerintem meg ez is benne van, de én nagyon sokszor érzem magamon, hogy amikor úgy a mindennapi taposó malomba az ember kifárad és hazamegy, hogy akkor is nagyon jó elővenni a hímzést, és meg tudod önmagadat valósítani, úgyhogy én ezt akár terápiaként is tudom mindazok számára ajánlani, akik szenvednek a mai napokban, mert hát azért minden embernek van gondja, vagy a munkahelyén, vagy az otthonában, vagy a családjával, vagy a apró cseprő hétköznapi dolgokban, és szerintem, ha alkothatunk, ha újat készíthetünk, az egy olyan sikerélmény, ami a lelkünket nagyon megboldogítja. Zelejné Papp Bernadett szeptemberben egy nemzetközi kézműves mester találkozón fogja képviselni Magyarországot és a matyó kultúrát Törökországban. Azt gondolom, hogy ez nem nekem, hanem az egész városnak elismerés, hogy idén egy matyó hímző képviselhet bennünket, mert ilyenkor mindegy, hogy ez egy fesztivál, mindegy, hogy ez egy szomszédos településnek a rendezvénye, soha nem én megyek oda, nem Zelejné Papp Bernadett megy oda, hanem Mezőkövesdről megy oda egy hímző, és én ezt komolyan is gondolom, és én azt gondolom, hogy kollégáimmal, kolléganőimmel együtt tényleg mindig minnyájunkat képviseljük, és nem csak azt tesz engem büszkévé, hogy esetleg elhangzik az én nevem, hanem az a benyomás marad mindig utánunk, hogy egy matyó, egy mezőkövesdi, és én ezt komolyan gondolom. A Matyó Népművészeti Egyesületet néptáncosok alapították, és a későbbiekben vették fel a tevékenységi körbe a hímzést. Odáig jutott el ez az országos nagynevű és tekintélyes rendezvény, hogy nem volt benne matyó kézi munka. Tehát ez olyan hihetetlen megdöbbenés volt ezt megtapasztalni, hogy akkor az Zelejné Betty kolléganőmmel elhatároztuk, hogy na, akkor most kell ennek végét vetni. És ez már jó 11 néhány évvel ezelőtt történt, és akkor született meg végül is a döntés, hogy az Egyesület tevékenységi körébe beemeljük a hímzés körüli teendőknek, vagy az általunk megítélt legfontosabb lépéseknek a megtételét, és akkor hívtuk életre a Borsóka hímzőkört is. Az nyilván már azóta bővült, és óriási sikereket aratnak, és akkor döntöttük el azt is, hogy meghirdetünk egy csak matyó kézi munkákat benevezni kívánó, vagy annak a feltételeit biztosító pályázati rendszernek a kidolgozását, és ez lett a 100 rózsás hímző pályázat. Tehát így történt ennek a dolognak a folyamata, hogy Mezőkövesden ugye a Matyóházipari Szövetkezet bezárását követően, vagy már a működése vége felé levő időszakban is ugye nagyon leépült a színvonalas matyó kézimunkáknak a készítése, és hát mi az Egyesületbe próbáltuk ezt kicsit megerősíteni, nem kicsit nagyon megerősíteni, és próbáltuk azokat a asszonyokat, lányokat, asszonyokat, akik ezt hasonlóképpen gondolják egy körbe, ebbe a bizonyos borsok a hímzőkörbe összegyűjteni, és így keveredtünk be végül is a Kis Jankóbori pályázatnak a bonyolításába, a kiállítás rendezésében. Nagyon sok kolléganőm segített azért, hogy ez a kiállítás ilyen gyönyörűen megvalósult. Ennek fényében is, hogy ilyen mélypontról indult el a szervezése, hogyan ítéled meg az idei hímzőpályázatot? Nagyon szépen köszönöm ezt a kérdést. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ez a hímzőpályázat, annak ellenére, hogy mennyit panaszkodunk, buslakodunk amiatt, hogy egyre kevesebb asszony szán időt arra, hogy ezzel a nagyon lassú folyamattal, ami a hímzésnek a folyamata, hogy ezzel foglalkozzon, még mindig ennyien vannak, akik ilyen lélegzetelállító munkákat produkálnak. Azt viszont meg kell mondanom, hogy a matyó anyag ebben az szép kerek egészben nagyon kevés. Nagyon kevés a mezőkövesdi pályázó, de az országos jelenléte is azoknak a pályázóknak, akik a matyó anyaghoz nyúltak, nagyon kevés. Tehát látszik is itt a kiállításban, hogy egy fakkot kapott gyakorlatilag a mezőkövesdi, tardi és Szent Istváni anyag, ugye nem is jött be a pályázatra. Én azt gondolom, hogy van még mit tennünk ebben a dologban. Még mindig sokan vannak Mezőkövesden, akik valamilyen szinten ismerik a hímzésnek a technikáit, hogy
jövő évben, amikor majd újra a 100 rózsás pályázat következik, és ott csak Matyó lesz a főszereplő, illetve hát annak az anyagnak a meghirdetése következik, hogy akkor azért próbáljunk meg magunkért és a városért és a matyóságért tenni annyit, hogy kezdjünk el kutatgatni, kezdjünk el igényességre törekedni, és felejtsük el a gagyit, felejtsük el a semmire való kézi munkákat. Igenis, legyenek mezőkövesről szép pályamunkák, és olyan pályázók, akik hajlandóak ezért tenni, és mi az Egyesületben tiszta szívemből mondom, hogy mindent megteszünk, tehát minden egyes kezdeményezést felkarolunk, és segítjük azoknak a munkáját, akikben a szándék megvan, esetleg a tudás még nem mindig van teljesen helyen, teljesen önzetlenül és nagyon-nagyon tiszta szívvel segítjük ezeknek a szándékoknak a megvalósulását. Berec Lászlóné összességében elégedett a Kisjankóbori hímző pályázatra beküldött mezőkövesdi alkotások minőségével. A benyújtott pályamunkák közül egyetlen egy nem került kiállításra, tehát ezért ez egy nagyon jó arány. Jöttek máshonnan is Matyó kézi munkák, sajnos színvonal alattiak, tehát nem kerültek, nem egy zsűri számot nem kaptak lehetőséget sem a kiállításba való bekerülésre. Ezeken még lehet javítani. Még van időnk, van egy évünk a százrózsás kiállításig, van 3 évig az újabb Kisjankóbori kiállításig. Ehhez az kell, hogy a meglevő tudományt nagyon megbecsüljük, nagyon felkaroljuk azoknak az asszonyoknak, elhivatott szakembereknek a tevékenységét, akik ezt megcsinálják, sok más helyett egyébként. Tehát meg kell becsülnünk egymást, nagyon kellene ez, pozitív gesztusokkal, ez annyira egyszerű és annyira nem kerül semmibe, hiszen ezeknek az asszonyoknak szárnyakat növeszthetünk, hogyha egy-két kedves szóval megdicsérjük a munkájukat, és én azt mondom, hogy fogjunk össze és tegyünk még sok-sok apró dolgot azért, hogy ez szépen kigömböljön. Gáspár Gábor szép emlékeket őriz nagymamájáról, a Matyó népművészet legismertebb hímzőasszonyáról. Kisjankóbori unokája gyermekként még nem érezte át nagymamájának az alkotó tevékenységét, azonban az elmúlt években komoly kutatómunkát végzett, melyek Kisjankóbori életét és munkásságát tárta fel. A múzeumok mellett olyan embereket is megkeresett, akik még személyesen ismerték a Matyó hímzés egyik legismertebb hírnökét. Én azt hiszem, hogy az ember csak büszke lehet olyanra, akit országszerte ismernek, de mondhatom egy kis költői túlzással, hogy világszerte ismerni a művészetét, mert azért, ahogy hallottam japánoktól kezdve, amerikaiaktól, és hogyha a régi emlékkönyvét megnézzük, akkor olyan ázsiai emberek voltak, meg afrikai emberek voltak, meg különböző, tehát hogy mondjam, a régi korszaknak a grófnője, a báró, igaz, a régiek közül még, hát a másik korszak, ami utána következett, Rákosi Mátyástól kezdve, tehát sok ember megfordult a házába, és gondolom, hogy észrevettem, ő nagyon szerette. Tehát élvezte, hogy ő a központban van. Milyen érzések fogták el most a megnyitó ünnepség közben, hiszen ön is részese volt a hímzőpályázat megnyitójának? Valójában először voltam ilyen ünnepén, én magam is kíváncsi voltam rá, tehát nem tudtam, hogy néz ki, ugye a sport miatt sokszor szerveztem én is komolyabb versenyeket országos vagy nemzetközi szinten, és érdekelt, hogy zajlik. Hát meglepett az, hogy ennyien vannak. Most meglepett az is, hogy most már úgy emlékeztek az egészet, hogy Kárpát-medencéből jöttek a különböző, akik leadták a pályázatukat. Tehát ez is egy öröm, hogy azért ez kiteljesed. És hát először megnéztem a másik, tehát a múzeumban lévő dolgokat, és olyan szépek vannak, hogy megragadja az embernek a fantáziát, hogy ez milyen jó, meg milyen jó lenne, de már hova, mert az embernek tele van a lakása. És itt is nagyon szép dolgok vannak. Most ettől függetlenül egy érdekes dolog alakult ki tegnap, egy itteni nagyon idős hölgyel beszéltem, és érdeklődtem, hogy mi a helyzet, és ő elmesélt sok mindent, amit az előbb említem, új dolgokat is, és ott hallottam, hogy illetve ő mondta, hogy amikor a nagymama meghalt, akkor ugye eladták a szüleim, illetve édesapám és még a 3 testvére a házat, és a belső berendezést a hímzésekkel, a mindenféle régi tárgyakkal, a butellákkal, a tányérokkal,
a Matyó Múzeumnak ajánlották föl. Na most én erről nem tudtam. A hölgy se tudta, hogy én meg egy hónappal ezelőtt ajánlottam föl 20 darabból még, ami megvolt, mert úgy éreztem, ami itt született, annak itt kell utána végeznie, ide kell kerülnie, hogy mások is lássák, hogy esetleg az 1900-as évek elején, 1940-es évek körül mi volt az, amit a nagymama hímzett, milyen dolgokat hozott létre, és biztos kiállításokon majd ez bekerül a kiállítás tárgyai közül, és 59 évvel ezelőtt ugyanezt csinálta édesapám, amit én is véletlenül ugyanazt csináltam, hogy nyilván, hogy térítésmentesen felajánlottam a múzeumnak, mert úgy érzem, hogy itt a helye. A Kis Jankóbori hímző pályázatra beérkezett alkotásokból kiállítás nyílt a Közösségi Ház emeleti kiállítótermében. A tárlatot szeptember 15-ig tekinthetik meg az érdeklődők. A népi hagyományaink népszerűsítése és széles körű megismertetése komoly lehetőségeket rejt magában, nem csak napjainkra vonatkozóan, hanem a jövőre nézve is. A Hagyományok Háza vezetésével kidolgoztak egy olyan hosszú távú szakmai programot, amely a hagyományok ápolása mellett a népművészet ezáltal a vidék fejlesztésére irányul. Mi a Hagyományok Háza dolgoztuk ki a Népművészeti Egyesületek Szövetségével és 56 szakértővel a Vidékfejlesztési Minisztérium népi kézműves stratégiáját. És ez egyrészt egy helyzetelemzés, másrészt alkottunk egy helyzetképet, készítettünk egy szótanalízist a erősségekről, gyengeségekről, lehetőségekről, kudarcokról, és ennek mentén megalkottuk a népi kézművesség stratégiáját, ami egy nagyon fontos vidékfejlesztő erő. A program részeként számba vették azokat a szabályokat, amelyek megváltoztatásával könnyebbé tehető a népművészet mestereinek érvényesülése és megélhetése. Fontos továbbá az oktatási rendszer átalakítása, illetve kiegészítése, méghozzá oly módon, hogy a gyerekek megismerik és megtanulják a népi kultúrájukat. A helyi kézműves termékek támogatása, továbbá közösségi terek kialakítása szintén elősegítheti a népművészet megismerését. A falusi turizmus népszerűsítése, a települések kínálatának és programjainak szélesítése szintén ezt a célt szolgálhatja. Építészekkel közösen ki lehetne alakítani egy települési arculatot. Faragott eszközökből épített játszótereket, illetve a térségre jellemző stílusjegyekkel lehetne házakat építeni. Fontos a hagyományos és már elfeledett alapanyagok, egyebek közt a vessző, a káka, a kender, a len, a nád, a gyapjú vagy a fa rendszeres felhasználása. A pálinka, a bor és a lekvárok fogyasztásában az elmúlt években egyre inkább a minőségi termékek kerültek előtérbe, ugyanezt el kell érni a kézműves és népművészeti termékek terén is, amely az identitás erősítése mellett a vidékfejlesztés egyik fontos pillére is lehet. Nálunk Magyarországon a történeti-gazdasági változások kapcsán, mintha szégyelnénk a saját kultúránkat, és rácsodálkozunk arra, ami idegen. Közben pedig rá kell jöjjünk, hogy ez a globális kultúra, ez gyökértelenné tesz bennünket. Azok a közösségek, lehet látni itt ezeket az őszülőhajú, de fiatal alkotókat is. Ezek olyan erőt adnak a egyes embernek, és így apránként a társadalom számára, és épp Kopp Mária, a hír szegény meghalt pszichológus tudós asszony említette, hogy a letagadott történelem az mennyire beteggé tesz. A letagadott kultúra is ugyanilyen beteggé tesz, és azok a közösségek, akik megtalálják ebben a kultúrában az örömüket, azok egyszerűen szárnyakat adnak az egyes embernek, kivirágzik tőle. Az ember elfelejti búját, bánatát, mert egy közösségben ezek az örömök, bánatok, szomorúságok feloldódnak, és energiát nyer belőlük az ember. És a társadalomnak erre van ma a legnagyobb szüksége, azt hiszem.